Jó estét kívánok mindenkinek! Itt Hódműzővásárhelyről jelentkezünk. Szabó Margit Momót látogattam meg, aki az MMM-nek elnökségi tagja is, és hát egy nagyon régi harcostársunk. Egyben a felelős kiadója volt két olyan szórólapnak, ami miatt Lázár János, személyesen Lázár János pert indított Szabó Margit ellen, és hát ebben a perben igyekszünk Momónak szurkolni és támogatni, mégiscsak hallatlan ugyanis, hogy egy politikus egy ellene készült szórólap ügyében próbál minden egyes állításba belekötni. Nyilván megértjük, és majd mindjárt kérem is, hogy mutassuk meg ezt a két szórólapot, amit perel Lázár János, megértjük Lázár Jánosnak az indulatait, de azt gondolom, hogy ha a bíróság itt minden egyes pontban Lázár Jánosnak adna igazat, az a magyar demokráciának az állapotáról egy nagyon súlyos látleletet adna, hiszen egy csomó olyan kérdés, amiben Lázár János perel, egyszerűen nem per képes, nem lehetne ilyen miatt egy demokráciában egy politikusnak pert indítani és panaszt emelni. Lázár János azonban minden egyes pontot vitat ezen a szórólapon, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. Magyarul próbálom egy kicsit fölkészíteni Momót, holnap után a Szegedi Járásbíróságon csütörtök reggel 8 óra 15-kor lesz ez a tárgyalás, ez a per. Lázár János egyszer sem mert eddig eljönni. Megjegyzem, a fideszes politikusok módosították a törvényt, most már a magánvádlónak nem kell elmenni. Korábban az nem hivatalból üldözendő az a cselekmény, amivel vádolják Szabó Margitot, egy 75 éves nyugdíjas, akinek itt ülünk a konyhájában, hanem Lázár János saját maga indított pert, korábban legalább ilyenkor el kellett menjen minden egyes tárgyalásra, és ha nem ment el, akkor ejtették a pert. Érdekes módon ezek a gyáva politikusok most módosították még a törvényt is, hogy nekik ne kelljen oda menni. Nem kellemetlen ez, ugye? Egyszerűbb a sameszeket oda küldeni, meg az ügyvédeket oda küldeni, akiket használ állandóan a város, meg ellenem, meg mindenki ellen való támadásra. Őnek oda se kell menni. Szóval melyik ez a két szóralt, Momó? Ez itt van, az egyiket eredetibe tudom odaadni, a másik csak egy másolat, ugye? A feljelentés mellékletéből. Jó, tehát ez a 2022-es választáson vessünk véget Lázár János karrierjének, alkalmatlan. Váltsuk le Lázárt. Ezek a fő üzenetek. Nyilván itt az egyes pontokba fog majd belekötni, de az egész mind politikai műfaj. Hát olyan nagyon nagy terjesztése nem lehetett, hogyha az egyikről maradt eredeti példány, a másikról nem. Ez a másik, ez tegyünk pontot Lázár politikai karrierjére, váltsuk le Lázárt. Ebben van egy pőkhendi tolva is. Nyilván ez egy sértő valami, de nézzük meg akkor, hogy mik azok a pontok, amiket Lázár János vitat ezen a szórólapon, és Momó, te milyen bizonyítékot tudtál eddig összeszedni, beadni ezekre. Nézzük végig ezeket. Igen, az állításokat. Előre bocsátom, hogy örülök, hogy eljöttél. Köszönöm. És akkor erről tudunk közösen beszélni, ugyanis én is Vásárhelyen élek, igaz, hogy én a közembert testesítem meg ebben az esetben, te pedig azt, aki tud abban segíteni, hogy igazából valósak-e ezek az indoklások, illetve ezek a bizonyítások, amiket én egyrészt beadtam a bíróságra, másrészt pedig esetleg a későbbiekben, ha lesz rá lehetőség. Ugye a két szórólapon szereplő mondatok a feljelentésben végig megvannak jelölve. Ez a feljelentés több mint 10 ilyen mondatot alkalma, vagyis idéz, azonban ebből csak néhány képezi a vád tárgyát, mert csak ezek a tényállítások. De ő vádként mind a 10-et szerepelteti, csak a te véleményed szerint nem állja meg a helyét. Mind a 10-et, csak ugye eddig már, most már én is kezdek egy kicsit csiszolódni jobból, eddig nem voltam ilyen profi, most már tudom, hogy ami tényállítás, az a bíróságnak súlyosabban esik latba. Tehát nézzük akkor az összeset. Az összeset. Tehát az egyik szórólapon állítottam, hogy alkalmatlan. Alkalmatlan, ez itt szerepel elég nagy, elég nagy betűvel szerepel, hogy alkalmatlan Lázár János. És ő ezt vitatja, igaz? És ő ezt vitatja itt. Tehát Lázár János beperelhette valakit azért, mert valaki azt állítja Lázár Jánosról, hogy alkalmatlan. Szerintem ez egy elég súlyos jogállamisági kérdés. Igen. De mi a ti érvetek? Tekintettel arra, hogy van egy mellékmondat, hogy csöttömeg lett a Trump-trén is. Itt elsősorban a Trump-trénre koncentráltam én is, és így az álmatlan éjszakáimon itt összeállítottam már egy kis anyagot, és felteszek egy kérdést, hogy valójában alkalmatlan-e az az ember, ha a város a saját környezetében azt tapasztalja, hogy az intézkedései kapcsán
olyan látványberuházások készülnek, melyek rossz döntésekkel, be nem tartott határidőkkel, éveken keresztül bosszantják a város lakosságát. Ez volt a tramtrén. Jó, tehát egy biztos, hogy a tramtrén az 50 milliárd volt akkor, amikor Lázár azt mondta róla, hogy ennyiért korrupció lenne megcsinálni. Amikor Lázár megkapta ezt a feladatot Orbántól és megcsinálta, akkor a több mint 90 milliárd lett. Millió helyett milliárd, bocsánat, tehát hogy hivatalosan igen, is körülbelül 90 igen. milliárd, rossz nyelvek szerint inkább 150, és rengeteg műszaki probléma volt vele, ráadásul a határidő sok-sok évet csúszott. Tehát, hogyha valakire egy ilyen feladatot rábíznak, és nem tudja megoldani, arra szerintem lehet mondani, hogy ez alkalmatlan, de inkább az a kérdésem, hogy ti ezt tényállításnak, vagy véleménynek mondtátok? Ezt tényállításnak mondtuk, tehát gyakorlatilag... Ezzel nem értek egyet, szeretném jelezni. Tehát szerintem az, hogy valaki azt mondja valakire, hogy alkalmatlan, ez nem tényállítás, hanem szerintem vélemény. És a bíróságnak ekként kéne ezt kezelni, de ha véletlen tényállításnak mondták, mint Momóék úgy gondolják, akkor én azt gondolom, hogy bőségesen elegendő bizonyíték van akár a tramtrén projekt irányításából, de hogyha Lázár Jánost Orbán Viktor leváltotta annak idején, és azt mondta még a 18-as választások után, hogy ahol biztosan kell sürgős személyi változás, az a miniszterelnökséget vezető miniszter személye, hát Orbán Viktor szerint Lázár János alkalmatlan volt. Ezért váltotta le. Tehát én szerintem azt gondolom, hogy higgyünk Orbán Viktornak, Lázár János alkalmatlan. Ez a tramtrén csőtő meg lett. Ez átvezet egy következő, ugyanezen az oldalon van állítottuk, hogy hazug. Bocsánat, még mielőtt rátérünk a hazugra, tehát amit szeretnék leszögezni, tehát hogy egy politikus azt nem viseli el, amivel saját maga rendszeresen vádolja az ellenfeleit, hiszen a Fidesz Karácsony Gergelytől kezdve kire nem mondta még, hogy alkalmatlan. Karácsonynak egy állandó jelzőjének odaalkoztották, hogy alkalmatlan. Ha Karácsony Gergely úriember korrekt politikus módjára ebből nem csinált ügyet és nem perelt, akkor Lázár János hogy veszi a bátorságot, hogy azért, mert őt valaki alkalmatlannak minősít, ezért ő pereljen, és ezt az állítást vonja kétségbe? Itt a bukott, tehát mehetünk tovább, mert a bukott a következő, igen. Orbán már leváltotta, váltsuk le mi is, ugye amit te is mondtál, hogy tulajdonképpen olyan magasra kapaszkodott, hogy Orbán talán már félt attól, hogy itt valamilyen pozícióharc lehetséges, és több újságban, több megnyilvánulásban én is láttam, többek között az a Lázárral készült nagy interjúban, ő magát is típusú politikusnak nevezte, aki már nem tér vissza a nagy politikába. Tehát ezt ő maga állította, és ezeket a bíróságnak beadta. Beadta a bíróságba, tehát az is mondom egy vicc, hogy a Fidesz mindenkit bukott politikusnak nevez, a bukott baloldalról beszél, és Lázár János megsértődik, hogyha azok után, hogy Orbán Viktor őt, mint minisztert leváltotta, valaki őt bukottnak nevezi, ezért perre Lázár János, hihetetlen. Igen, tehát itt... De akkor beadtad ezt, mint bizonyíték. Kiderül, hogy a bíróság hogyan fogja ezt megítélni, hiszen a szegedi bíróságnak voltak már hajmeresztő állításai. Nekem személyesen több olyan tapasztalatom volt, ahol jogállamban azt a bírót azt elcsapták volna azonnal, aki azt állítja, hogy sejtetéssel meg elhallgatással lehet hamis tényállítást elkövetni. Azt a bírót egyből kirúgták volna, aki azt állítja, hogy valaki ártatlan azért, mert büntetlen előélet. A szegedi bíróságon ezeket az állításokat bírók az indoklásban elfogadták, erre hivatkozva például Lázár Jánost fölmentették, szóval vagy engem elítéltek. Szóval hajmeresztő dolgok lehetségesek, de azért nagyon kétlem, hogy ezt, hogy a Lázár alkalmatlanságát és a bukottságát egy szegedi bíró megmeri-e ítélni, hogy ez sértette, jogtalanul sértette Lázár Jánosnak a hiúságát. Az egyik, illetve a következő, ami tényállítás, és ez milyen sértette. Jó, de a bukottat is tényállításnak vettétek? Az nem. Azt szerintem inkább tényállítás, mint hogy alkalmatlan. Igen, harmadik? A legsúlyosabb talán, ami Lázár Jánost sértette, ez a tolvaj. Tolvaj, igen. Hát ez nyilvánvalóan ő nem tartja magát tolvajnak, azonban egészen biztos, hogy a szó köznapi értelmében, ha nem is, erre mindig szoktam hivatkozni, hogy nem a jognyelvén beszélek és értelmezek. Én a saját nyelvemen értelmezem azt tolvaj, aki történetesen, jelen esetben konkrétan a saját telkéhez hozzákerít egy idegen ingatlant, és ezzel az ingatlannal az ő vagyona növekszik. Tehát mennyibe került volna, mennyi ért volna Lázárnak a kastélya, ha nincs hozzá út, ugye? Ez mindenképpen egy tulajdonnövekedést okoz. Szerintem ez lopás. Tehát tulajdonképpen, és aki lop, az tolvaj, véleményem szerint. Tehát magyarul
Ezt beadtuk, az önkormányzattól adatigényléssel kikértem ezeket a dokumentumokat, és ezt be tudtam nyújtani a bíróságnak. Más kérdés, hogy ezt a bíróság hogyan értékeli. Hát őszintén, szóval meglepődnék, hogyha a tolvaj kifejezést azt indokoltnak találná a bíróság, mert hogyha most a bíróság kimondaná, hogy Lázár Jánost lehet tolvajnak nevezni, az beláthatatlan következményekkel járna. Tehát szerintem a bíróság ebben egészen biztosan Szabó Margit Momo ellen fog ítélni. Én magam egyébként éppen ezért soha nem szoktam ilyen kifejezéseket használni konkrétan mondjuk Lázár Jánosra. De azt, hogy korrupcióval vádolható, azt azért nyilván föl lehetne tartani. Akár egy ilyen állítást mondjuk szerintem ezekkel meg lehetne indokolni. Azt is látom képzelni ugyanis, hogy Lázár Jánosnak mi lenne a védekezése egy ilyen állítással kapcsolatosan. A Lázár Jánoshoz egyértelműen köthető kastélynak az útjának az ellopása, az önkormányzati út elkerítése, az szerintem egy eléggé fontos kérdés. Nyilván a bíróság ki fogja mosdatni ebből is Lázár Jánost, ahogy itt a borosládáktól kezdve az, hogy az interneten milyen pletykákat terjesztenek emberek Lázár Jánosról korábbi projekteknél, amivel párhuzamosan építette a saját házát, mint amikor építették a tornyai rehabilitációs pályázatban a város művelődési házát. Én már sokszor mondtam Lázár Jánosnak, hogy miért nem jelenti fel azokat, akik az interneten azt írják, hogy ők ott dolgoztak a művelődési háznak az építkezésén, és azt látták, hogy ugyanolyan autók ugyanattól a cégtől a Lázár építkezésére is viszik az anyagot. Ha ilyet leírt valaki, már pedig én ezt Lázár figyelmébe ajánlottam, miért nem jelentette fel ezt az embert Lázár János? Szerintem azért, mert kiderülhetett volna, hogy lehet, hogy tényleg volt ilyen. Na de én mindesetre azért vagyok ilyenkor óvatos, mert azt gondolom, hogy a bíróság egy ilyen esetben abszolút Lázárnak fog igazat adni, hogyha nem lehet kézzel foghatóan bebizonyítani, itt akár ezt a bizonyos korábbi érvelést is felhoznák, hogy hát nincs ellene ítélet, még soha nem lopták, vagy soha nem találták lopáson. Én őszintén szólva azokat is korruptnak, tolvajnak tartom, akik a közszereplés során sokszoros milliárdosok lesznek, és ezzel nem tudnak elszámolni. Tehát aki egész életében közpénzből élt, hivatalosan bérből és fizetésből, és utána nem tudja megmagyarázni, hogy miből lett sok-sok-sok milliárdja. Én azt általában tolvajnak tartom. Nagyon szeretném, hogyha ezt nem az én véleményem dönteni el, hanem csatlakoznánk az Európai Ügyészséghez, és az Európai Ügyészség vizsgálná, hogy az Olaf ügyben, ahol Lázár János és Tiborcz István volt annak a uniós csalás sorozatnak a kitervelője és elindítója, amit az Olaf súlyos korrupciós botrányként értékelt, és az Európai Unió nem volt hajlandó kifizetni a vásárhelyi ledes közvilágítási projektet. Szóval ezekben a projektekben Lázár szerepét meg kellene vizsgálni, meg kellene egy vagyonosodási vizsgálattal be kéne bizonyítsa, hogy honnan szerezte azt az irdatlan vagyont, amivel nem tud elszámolni, többnyire le is tagadott, mint ahogy a kastélyt is letagadta, hiszen azt hazudta, hogy neki ahhoz nincsen semmi köze. Emlékszünk még 2018. januárjára. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy politikai röpiratban, ez egy abszolút jogosan megfogalmazható gyanú, és ebben az értelemben, még ha a bíróság is mondja, én azt gondolom, hogy a bíróságnak azt kellene kimondani, hogy akinek ilyen háttere van, azzal kapcsolatban a közösség joggal vethet fel kérdéseket. És az, hogy ez itt mekkora állítás, én azt gondolom, hogy egy politikusnak tűrnie kell ezeket a következtetéseket, amit itt Momo Lázár János előéletéből levont, ez szerintem az a kategória, amit egy közszereplőnek tűrnie kell. Ez a sajtószabadság és a magyar demokrácia egyik sarokkönyve lesz, hogy ebben az esetben hogyan fog dönteni a bíróság. Ugyanezt az olafos problémát én is felvettem, tehát gyakorlatilag ugye ez nem csak hogy város szinten, hanem országos szinten is hír volt, és az emberek számára azt igazolja, igen, hogy lopnak. Mert gyakorlatilag ezt a pénzt, amit ugye az Európai Unió visszakövetelt ez ügyben a kivizsgálásra, ezt nem Lázár János fizette vissza, és nem azok, akik ebből meggazdagodtak, hanem nem a Tiborcz, hanem ezt mi fizettük vissza, magyar állampolgárok, és egy nagy csomó pénzt leleestünk. Ugyanakkor alátámasztja az a hír is, ami ugye város szintű, hogy a borosládákat egy általa leuralt városvezetéssel engedélyeztette, vagy meg lehetett tenni azt, hogy a városnak a pénzén, a város dolgozóival borosládákat gyártatott. Tehát ez egyértelmű volt, hogy ezt neki gyártották, hát hiszen rajta volt a monogramja. Tök mindegy, hogy akkor nem ő volt a polgármester. De egy ilyen ember, aki elvárja egy városvezetéstől, sőt, megzsarolva, gondolom én, élve hatalmával... Azt nem tudjuk, így van. Nem tudjuk.
a városvezetés legyárt neki több száz darab borosládát, és aztán azt a gépkocsi vezetővel kiszállítatja magán címekre ajándékét, hát akkor ez nekem mit igazol vissza? Én szerintem ez nekem lopás. Szerintem aki a közpénzén, a saját logójával ellátott ládákat gyárt, pénzét. És azt közpénzen kiszállítatja ő által a megadott címekre, szerintem ez lopás. Ez az én véleményem. Ez az egyik. A másik azt szeretném mondani, hogy természetesen nem csak a borosládák, nem csak a kastélyút, de itt maga a tramtrain is egy nagyon jó érv. Lázár János maga azt mondta, hogy 50 milliárdért ez súlyos korrupciós kockázat. Ez szerinte korrupció. Lázár János maga minősítette a tramtrain projektet korrupciónak, amikor még fele annyiba került, mint amennyiért aztán ő megcsinálta. Ezek alapján Lázár János saját magáról mondott véleményt. Igen, ezt egy hazugságba soroltam én, majd a hazugsághoz érünk. Tehát gyakorlatilag ez egész biztos, hogy az, hogy a borosládákkal kapcsolatban milyen bizonyítékokat tudtam beadni, ezt én szintén ugye kikértem az önkormányzattól. Indult egy belső vizsgálat, és itt én akkor kérem a segítségedet. Tehát indult ugyan egy belső vizsgálat, de az a vizsgálat, azt gondolom, hogy nem zárult le feljelentéssel. De az önkormányzat tett feljelentést borosláda ügyben? Nem tett feljelentést borosláda ügyben. És mit mondott az akkori jegyző? Tehát ott a borosládák el lettek azzal intézve, hogy az akkori vezetője ennek az asztalos üzemnek, ugye Magyar József, ő azt mondta, hogy azok csak egy régi, újrahasznosított, tehát valami módon kimagyarázta, hogy mi van a borosládákkal. Tehát akármikor is volt szerintem az önmagában gyanús, arról nem beszélve, hogy annyira nem lehetett régi, mert a fűrészgépek melletti darabok voltak ott akkor, hát meg, amikor ezt tök láttuk. Tök mindegy, milyen igen. Régi, akkor is ott igen, gyártották. Valamikor ez lopás volt. Ha nem akkor, volt. Amikor ez az úr azt mondta, igen. Hogy nem. Ha már itt tartunk, bocsánat, az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ha már korrupciós ügyeknél tartunk, a kastélyút. Ugyebár Lázár János maga fizetett a kastélyút használatáért a városnak, a felesége számlájáról utalt át, ha jól emlékszem, 10 millió forint bérleti díjat egy összegben saját maga. Ezzel ugye nem csak azt ismerte el, hogy az ott nem egy Grosswiese ZRT vagy akármi KFT nevű vállalkozás, hanem hogy ez ő. A Lázár János felesége fizet. Ezt bemutattam a bíróságnak, ezt megkaptam. Tehát ő ezzel azt elismerte, hogy itt nem egy vállalkozás, hanem valójában ő az érintett. Ez az egyik. Tehát a felesége számlájáról fizette ki ezt a pénzt. A másik dolog, amit több mint gyanús, hogyha Lázár János be tudta volna bizonyítani, hogy a valamikori leromlott, aszfaltozott, éppen csak aszfaltozott út helyett egy szegélyezett, gyönyörű, tökéletes minőségű, Budapest Váci utcájával vetekedő minőségű aszfalt utat gyártottak, hogyha az egy valódi vállalkozás lett volna, de akárki is csinálta, arról kellett volna, hogy számla legyen. Hogy lehet, hogy a Lázár kastélynak 50 milliós út felújításáról nincs számla? Ez mekkora korrupció, arra tessék gondolni. 50 milliós út értékű út készítéséről nincs számla. Ez csak korrupcióra utalhat, semmi másra. Itt óriási csalás, visszaélés, stb. Volt. Én nagyon remélem, hogy most akkor, ha más nem a videó alapján, Lázár János egyrészt tisztázná ezt, másrészt, hogyha nem tudja tisztázni, akkor menjen börtönbe, büntessék meg, számoltassák el, áfával, mindennel, visszaéléseket tessék kivizsgálni, mert ilyen, hogy egy 50 milliós útról nem készül számla, ez végtelen fölháborító bármelyik tisztességes országban. A következőre, ha mehetünk, ez a hazug. Ugye olyan hát a negyedik állás, amit Lázár... Igen, de ez nem állítás, ez nem számít, nem számított tényállításnak. Szerintem tényállításnak számít. Azonban, a többi lehet, az, hogy tolvaj, az lehet véleményes. Én azt el tudom képzelni, hogy az akár vélemény is, mert a korrupciót ki minek minősíti. Igen, de az, hogy hazug, az szerintem egy viszonylag tényállítás. Ha valótlan állít, tudatosan valótlan mond valaki, arra szerintem lehet most mondani, itt hogy hazug. Itt a bizonyítás során, amikor összegyűjtöttük az anyagot, hogy miket tudunk a bíróságnak, olyan sok minden összejött, hogy tényleg én magam meguntam már szedegetni, ha gondolod, akkor itt néhányat. 18-ban azt ígérte nekünk, hogy amennyiben elegendően szavazunk rá, és országgyűlési képviselő lesz, akkor első dolga a sírmegváltás. Ez annyira beleívódott a vásárhelyi emberekbe, hogy ezt ő megígérte, 5 igen. Év alatt egyetlen egyszer abba az országgyűlésbe nem volt képes beterjeszteni egy indítványt.
Azt is megígérte, hogy a KART-nak, ugye ennek a KFT-nek a károsultjait fogják kártalanítani. Nem történt meg. Hazudott, mikor azt mondta, hogy a felesége alapítvány egy fillét nem kapott a várostól, nem igaz? 40 millió forintot utalt át a város a feleségének. Én azt mondtam, 12-t, 14-et, valami ilyesmit. Én, ha jól emlékszem, nem 45, de egy biztos. Tehát azt állította, hogy közpénzben soha nem részesült a feleségének az alapítvány egyesület, ez a tiszta szívvel, és ez hazugság volt, igen. Hazudott, igen. Amit említettél a kastélyáról, hogy az nem az övé, aztán pedig beismerte, jó, hogy... Tehát szerintem az, hogy hazug, azt ez a bíróság sem mondhatja, nem moshatja ki Lázárt abból a állításból, amit ő ezen valamelyiken, tehát szerepel az, hogy hazug. Igen. Itt van, igen, hazug, tessék, ott van ezen az egyik szorolapon. Tehát az végtelen fölháborító lenne, itt van, hogy hazug. Tehát hogyha a bíróság ez alól a vád alól, hogyha ezt a bíróság valótlannak minősíteni, az végtelen fölháborító lenne. Lázár János részéről nem értem, hogy megint csak egy politikus azt bemer perelni egy állampolgárt azért, mert azt állítja róla, hogy hazug. Szóval ez nekem, engem hányszor vádoltak, soha nem tudtam, azt mondja, tessék, itt van, mit hazudtam én? Elnézést. Ráadásul a bíróság engem nem hazugságért ítélt el, hanem például Lázár János hírnevét én rontottam, és ezért, vagy éppenséggel kimondtam egy gazemberről, hogy gazember, ilyenekért ítéltek el. Hát amikor még legfelsőbb bíróságon fel is mentettek érte, de a szegedi Lázár Jánoshoz nagyon közel álló bíróság, az valóban, még egyszer, sejtetéssel és elhallgatással elkövetett valótlan tényállítási ítélt el, és 1 milliós kártérítést ítélt meg, hál' Istennek, azt vissza kellett fizessék nekem, mert hogy bebizonyosodott az, amit a szegedi bíróság ebben az ítéletében is leírt, hogy minden szavam igaz. Tehát amit én mondtam, az minden szó igaz. No, és ennek ellenére elítéltek. Valótlan tényállításért, de egy politikus ilyenért nem perel. Tehát még egyszer, ezért mondom, nem, én nem gondolom, hogy Lázár Jánosnak hogy van mersze beperelni. Téged, Momó, azért, mert azt írtad egy szórólapon, hogy hazug, vagy a te általad kiadott szórólapon szerepel. Ha erről mondhatok neked egy pár szót, tulajdonképpen lehet, hogy ez neked is újdonság, hogy az ügyvéd beadott egy bizonyítási indítványt, amiben azt írja a végén, szó szerint idézhetem, a büntetés kiszabására vonatkozó majdani indítványomhoz kapcsolódva pedig becsatolom továbbá az előző tárgyaláson hallgatóságként megjelent Márki-Zay Péter által a világhálóig elérhető kiáltvány leíratát. Ezt beidézi, és azt, amiben te felkérted az embereket, segítsenek nekem összeszedni a bizonyítékokat, ezt szövegesíti, ez egy videó volt, szövegesíti, és vastagon kiemeli belőle azokat a részeket, amiről véleményem szerint ő azt gondolja, hogy a bíróság majd rám valahogy haraggal tekint, mert azt emeli ki. És ha a bíróság mégis büntetése kötelez valakit, az MMM, ki fogja fizetni helyette ezeket a büntetéseket? Mondja. És az önök támogatásával ki fogjuk fizetni azt a büntetést, amit egy koncepciós perben, ha ez az lesz, van, ez az? Akkor Momó helyett, hogyha Lázár János érdekében, például azért, hogy bizonyított hazugságai vannak Lázár Jánosnak, de ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy ez nem egy hazug politikus, és őt nem lehet hazugnak nevezni, és ezért megbüntetik Momót, akkor mi ezt a pénzt össze fogjuk dobni, önök és én össze fogjuk dobni ezt a pénzt, hogy Momónak a 74 éves nyugdíjas vásárhelyi asszonynak ne kelljen kifizetni. És ezzel kapcsolatban még kérdezem én, akkor ki itt az, aki a célkeresztben van? Ez nem én vagyok. Persze. Ez te vagy. De nem, rosszabb hírem van, Momó, nem is én. A demokrácia, a szólásszabadság van a célkeresztben, a fideszes tolvajok nem akarják, hogy tolvajoknak nevezzék őket, a fideszes hazugok nem akarják, hogy hazugoknak nevezzék őket, a fideszes aberráltak nem akarják, hogy aberráltak nevezzék. Ők egy olyan szép kis diktatúrát kézelnek el, ahol ők bármit megtehetnek, és ellene senki soha nem szólalhat föl. Ahol bárki, egy fideszes politikus bárkinek a lányát megerőszakolhatja, az unokáját halálra gázolhatja, ahol egy fideszes politikus bárkinek elveheti a földjét, a cégét, a trafikát, a gyárát, a tulajdonát, az erőművét, bármit megtehet, és még csak szólni se lehet ellene. Ők egy ilyen országról álmodoznak, mi meg nem. Igen, és én ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ez én egy platform vagyok abban a harcban, amit ellened Lázár vív, illetve ti ketten együtt ugye vívtok.
oda-vissza. Menjünk tovább, Momó. Nem tudom, hogy ez mit keres itt az én peremben. Nem igen, tudom. Lázár János ezt nem miért adja be, hiszen hogy ezt mit látom keres, azt is, hogy az ügyvéd adta be, de Lázár János és azt aláírásával. Írja, és azt írja, ő adta be azt, hogy az ügyvéd aláírásával Lázár János nevében. És ezt tartom felháborítónak a büntetés kiszabására vonatkozó majdani indítványom, ezt ő súlyosbításként akarja. Tehát azt szeretné... Azt akarja, hogy jó sok pénzzel büntessék magót, mert úgyse ő fogja kifizetni. Úgyse én fogom kifizetni. Igen. Tehát ez nagyon érdekes, és engem végtelenül felháborít. Aztán Zsarnok a következő, hogy zsarnokként uralkodik minden településen. Az előző tárgyalás óta eltelt időszakban itt a zsarnokra, ugye, hogy a településeken így. Én felhoztam néhány példát, és be is adtam. Ugye Csanádpalotát megzsarolta. Tudjuk, hogy Mártét megzsarolta. Hódmezővásárhelyet megzsarolta. Hódmezővásárhelyet azzal zsarolja, hogy ha rám szavaznak, akkor nem fog semmilyen kormányzati támogatást kapni. Aki zsarol, az zsarnok. Azt gondolom, hogy ez nem igényel különösebb bizonyítást, annak ellenére, hogy szerintem ez nem tényállítás, hanem vélemény. De ezt majd a bíróság fogja ítélni, mert az, hogy valaki zsarnok vagy nem zsarnok, szerintem ezt nem lehet gramra, decire önállóan kimérni. Van, akinek valaki zsarnok, valakinek nem, és megint csak egy politikus, egy országgyűlési képviselő, egy vállalat irányítását, egy minisztériumot, a MÁV-ot irányító ember, bocsánat, hát csak a MÁV-nak a vezetőjét kérdezzék már meg egyszer, hogy Lázár János zsarnok vagy nem zsarnok, a minisztérium alatt a dolgozókat kérdezzék meg, hogy Lázár zsarnok vagy nem zsarnok. A Hódmezővásárhelyi városházán azt tetszik elképzelni, hogy valaki nem köszön Lázár feleségének, akkor az kockáztathatja az állását. Hogyha Hódmezővásárhelyen valaki hosszabb vagy rövidebb szoknyákba jön, mint amit valaki elképzel, az kockáztatja az állását, vagy beül a portásfülkébe és ellenőrzi, hogy persze pontosan mikor érkeznek. Persze, hogy Vásárhelyen sokan zsarnak tartanak, tehát Lázár Jánost. Na, tehát én szerintem ez véleményes, és ilyenért egy kultúrát ember, pláne egy politikus nem perel. Az, hogyha valaki ilyenért perel, az egy diktatúra. Ez csak egy megfélemlítés eszköz egy diktátornak a kezébe, semmi más. Ezzel kapcsolatban hadd egy fél mondat, hogy ezzel kapcsolatban viszont én jelentettem fel Lázár Jánost. Jogosnak tartottam, hiszen ő itt megemlíti ezt. Azonban ezt az ügyészség elutasította, és most egy ilyen bizonytalanság van az ügyészségben, de ezt majd később. Szeretném mondani, hogy mi minden fronton fogunk harcolni azért, hogy egy zsarnok politikus ne vehesse el a Hódmezővásárhely 44 ezer választópolgárnak a pénzét, azért, mert a többségük nem Lázár János emberére szavazott. Én azt nem fogom védeni a magyar bíróságok után, el fogjuk jutni az alkotmánybíróságig, és el fogunk menni Strasbourgig, az Európai Unió bíróságaig, nem fogjuk tűrni azt, hogy Magyarországon csak azért, mert valaki nem fideszes gazemberekre szavaz, attól nem kapja meg azt a pénzt, ami a mi adófizetői pénzünkből, meg az unió adófizetői pénzéből nekünk jár. Jó, de ez megyünk tovább, Momó, tehát a zsarnok megbeszéltük. A következő ugyanez, hogy április 3-án vessünk véget Lázár János karrierjének. Hát ezt felsorolja itt gyakorlatilag. Tehát Lázár János azért perel, mert szerepel egy szórólapon, hogy vessünk véget Lázár János karrierjének. Már ez sem szabad. Ez már Lázár János szerint, ez törvénysértő és példás büntetést érdemel, hogy valaki véget akar vetni az ő karrierjének. Az alkalmatlan a következő, újfent jelentkezik, viszont itt van egy új... Alkalmatlan, kétszer is perel Lázár János. Csődöt mondott, mert kétszer is csődbe vitte Hódmezővásárhelyt, tehát ez is egy tényállítás, ezt is igazolnunk kell. Itt ugye... Tehát én azt mondom, hogy az a tényállítás, hogy csődöt mondott, az vélemény. Tehát eleve nem lehet, az, hogy valaki csődöt mondott, vagy nem mondott csődöt, ez a magyar köznyelvben egy véleményes állítás, véleményem szerint. Az, hogy kétszer csődbe vitte Vásárhelyt, ez lehet egy valótlan hamis tényállítás a bíróság szerint, hiszen fizikailag a várost nem vitték csődbe, fizikailag egyébként a legtöbb várost nem viszik csődbe, de az, hogy valaki 10 milliárdos adósságot, vagy az ország legnagyobb egyfőtő adósságát halmozta föl Lázár János, mint polgármester annak idején, az szerintem megalapozza ezt a véleményvállítást. Tehát szerintem ez is egy olyan, amire egy politikus nem lenne jobb a perelni, ezt neki tűrni kötelessége, hogy valakinek ez a véleménye az ő működéséről, hogy szerintem ő csődöt mondott. Ez egy vélemény, amit Lázár János szerintem tűrni köteles. A következő... Bocsánat, hányszor vádoltak engem hazug módon, Lázár János és a fideszes emberei, hányszor vádoltak engem azzal, hogy csődbe vittem Hódmezővásárhelyet, én mostam ki abból az adósságból, amiben Lázár János és társai vitték a várost. És ő engem támadhatott azzal, hogy én csődbe vittem Vásárhelyet hazug módon? Ha Momónak a szórólapján szerepel, hogy csődöt mondott, mert kétszer vitte csőd közelbe csődbe Vásárhelyet, azért ő perel?
Tehát nem szeretnék olyan országban élni, ahol a fideszeseket nem lehet kritizálni, ők pedig válogatott hazugságokkal támadhatják az ellenfeleiket. Tehát itt a következő a lóvá tette, itt a mezőhegyesi ménes birtokra utaltam, hogy amint ő megkapta oda a kinevezését, az alapítvány a kezelésébe vette a birtokot, ott több milliárd forintos hiány keletkezett, ez is, tehát az, hogy ő lóvá tette, ez egy... Tehát azt ígérte, hogy nyereségesé teszi, és ezek után veszteséges lett, a korábban egyébként nyereséges. Erről sajtócikket becsatoltad. Sajtócikkeket csatoltam. Jó, tehát kíváncsi vagyok, hogy a bíróság ezt az állítást például megítéli a Lázár Jánosnak, vagy pedig azt fogja mondani, hogy Momó jogosan szerepeltette ezt egy szórólapon. Kisiklatta, ez megint csak a Trump Train Project, tehát ez a, tudni kell, hogy ez a másik szórólap, itt ismételtem a megfogalmazást. Nem kötődik a térséghez, mert Budán van villája, felsoroltam, hogy az Andrássy úton divatcsarnok, Zéfülöpön nyaraló, stb. Ezt is kétli, Lázár János? Ez is fel van. Igen. Itt én személy szerint nem, biztos, hogy nem írtam volna olyat, hogy nem kötődik a vidékhez, hiszen Lázár János itt született, nyilvánvalóan kötődik a vidékhez, de azok a bizonyítékok, amik ezt az állítást a szórólapodon alátámasztják, azok viszont kétségkívül tények. Tehát én ezt abszolút véleményesnek gondolnám, hiszen valóban neki országban mindenfelé van tulajdona, érdekeltsége, vagyona, hatalmas vagyona van, mérhetetlen, ki tudja, milyen forrásból szerzett, óriási, összehordott vagyona van. Arról mérve még egy fideszes politikus is azt mondta nekem annak idején, hogy ez a maga képviselője, ez nagyon gazdag ember, mondom, tudom, nem, nagyon gazdag. Hát véleményem szerint az a fideszes politikus, aki ezt mondta, és nyilvánvalóan nem barátja Lázár Jánosnak, az maga sincs meggyőződve arról, hogy Lázár János bármiféle tisztességes úton ekkora vagyont szerezhetett. A következő, a lőttek neki, ez, itt arra utaltam, hogy a vadászatokon az önkormányzat dolgozóit is alkalmazta hajtóként, illetve dolgoztak neki. Sajnos erre tanút állítani nem tudtam. Hatházi Ákos vállalta azt, hogy el fogja mesélni azt, hogy az ő polgármester annak idején fideszes politikusként részt vett Vásárhelyen ilyen vadászaton, ahol az ő puska töltője egy önkormányzati alkalmazott, egy valamikori önkormányzati alkalmazott volt. Egyébként, ha jól emlékszem, éppen kórházigazgató, de akkor még ezek a kórházak, ezek most is át Lázár János szolgálják, ez nyilvánvaló, de akkor még szervezetileg is szerintem a városhoz tartoztak. Tehát Hatházi Ákos maga vállalta azt, hogy ebben nagyon szívesen tanúskodik. Annak nagyon örülök. Jó, de sajnos nem csatoltad bele Hatházi Ákosnak a nyilatkozatát. Én nem találtam tanút. Igen, erre. De jobb hírem van, azt a meghívót, amit a város állított elé, és bizonyítja, hogy a város szervezte Lázár János vadászatát, önkormányzati vadászatokat rendezett Lázár János, ezt viszont becsatoltad. Ezt szerintem ez megint olyan tényállítás, igen, amit mi bőségesen alá tudunk támasztani. Egyébként a Vásárhelyi Városházán vannak olyan dolgozók, akik nagyon készségesen fogják elmondani önöknek négy szem közt egészen biztosan, lehet, hogy nyilvánosan. Lehet, hogy bíróságban, vagy Lázár Jánosnak nem, de mi tudunk bizonyítékot szerezni arra, hogy Lázár János igenis önkormányzati dolgozókkal szervezett vadászatot. Jó, tehát itt megint ismétlődik, ugye Orbánnak sem kell, már Orbán is leváltotta, erről beszéltünk, ugye? Igen, tehát ez akkor ez még bukott, igaz volt, hiszen Orbán leváltotta, azóta Orbán visszahozta, és megbízta egy lehetetlen feladattal, hogy lehet pénz nélkül építési miniszter valaki. Szerintem egy ügyes csapda volt Orbán részéről, de az tény, hogy 18-ban még leváltotta miniszterként, 22-ben meg visszahozta miniszternek Lázár János Orbán, de ez akkor még, amikor ez a szórólap készült, ez még nem volt ismert. Igen, ez utána ismétlődik, április 3-án váltsuk le Lázár, tehát ez megint csak a szórólapnak a megnevezése. Itt újra ismétlődik a másik szórólap. Az ismétléseket mondjuk, van-e újdonság még ebben a listában? Igen, Pökhendi tolvaj, talán a Pökhendi... Az utat is ellopta, az nem szerepelt a másikon, ugye? De igen, ez a tolvaj, a tolvajnál szerepelt. A tolvajnál ez volt az alátámasztás. Közpénzen duhajkodott ez a város cégével, készítette ugye a ládákat. A biztonságból is lopott, ez nem szerepelt. Még tehát ugye a piacjár négyszeresért szereztette be a kamerarendszert a saját rokonságában. Igen, tehát itt én meg kell védjem Lázár Jánost, mert bár a városban nagyon kevés ember kételkedik abban, hogy valójában ki irányította a várost akkor, amikor Almás István polgármestersége alatt
Lázár János unokatestvérének az élettársával minden más ország, minden más városnál sokkal drágábban építették meg a város közterületi kamerarendszerét. Óriási korrupciós botrány a föltárt információk szerint itt Horváth András volt szíves kinyomozni ezt az egész kameraügyet. Tessék elképzelni, hogy ugyanaz a Lázárhoz köthető vállalkozó, aki fideszes időkben kameránként 2,8-2,9 millió forintért létesített rendszert, a mi megrendelésünkre nyílt versenyben már 400 ezer forint per kamera áron is telepített rendszert, tehát hetedáron körülbelül. Tehát hogy lehet az, hogyha a Fidesz szerezte be a kamerákat, ugyanaz a vállalkozó hétszeres áron dolgozott, mint amikor mi szereztük be. Tehát ez egy óriási, hatalmas nagy lopás, ahol sok-sok millió forinttal, mint egy, azt hiszem Horváth András 300 millió forintra beszélt, károsíthatták meg a várost. Tehát ez egy óriási, óriási botrány, amit a rendőrségnek ki kellett volna vizsgálni. Úgy tudom, hogy mi tettünk feljelentést egyébként ebbe az ügybe, és elutasították, ez az én emlékem erről, majd utána kéne nézni. De, és itt jön a de, hogy természetesen mindez hivatalosan és közvetlenül nem köthető Lázár Jánoshoz. Az, hogy Hódmezővásárhelyen a legtöbb ember azt gondolja, hogy a fideszes időkben minden ilyen döntés csak Lázár János utasítására, vagy engedélyével, vagy jóváhagyással születhetett, és hogy egy ilyen hatalmas korrupciógyanús botrány sorozatot Almási István Lázár tudta nélkül biztosan nem csinálhatott volna meg. Ez sok ember gondolja Hódmezővásárhelyen, de ezt nyilvánvalóan Szabó Margit Momó sem fogja tudni bizonyítani, meg mi sem. Tehát Lázár János majd azzal tud védekezni legfeljebb, hogy mi köze van neki ahhoz, hogy Hódmezővásárhely, amelynek ő csak országgyűlési képviselője volt, milyen hatalmas korrupciós botrányok voltak, meg hogy adták el a lakásokat, meg hogy gyártották az ő borosládáit. Hát ő szegény ártatlan ebben az ügyben, ezt ő előadhatja a bíróságnak. A következő éppen az, ugye, amiről még nem beszéltünk, hogy kiárusította a város vagyonát, és 40%-os kedvezménnyel adták el saját maguknak az önkormányzati lakásokat. Itt azt gondolom, hogy itt sajnos nem sikerült akkor beszerezni, de itt van egy bírósági ítélet is, ugye Végi Bolya fiának az ügye, aki... De azt a videót... Az egy trafik ügy, azt szeretném mondani, tehát ők ugyan valóban szereztek, tehát a volt aljegyzőnk, az velem szemben indított egy pert, ez volt az, ahol a bíróság azt állapította meg, hogy minden szavam igaz volt, nem hazudtam itt szóval se, de szerinte valótlan tényállítást úgy is el lehet követni, hogy én ezt a tényt elmondtam, hogy valaki fideszes vezetője a hivatalnak és annak családtagjai mindannyian 40% kedvezménnyel kapnak értékes lakásokat a várostól. Tehát ő szerinte az a tény, hogy én ezt elmondtam, az azzal, hogy valójában őt korrupcióval vádoltam meg. Én azt tudom erre mondani, hogy természetesen a legfelsőbb bíróság ezt megfordította, még akkor nem Vargasi András volt a vezetője a legfelsőbb bíróságnak, tehát akkor még volt esély 18-19-ben a legfelsőbb bíróságon megnyerni egy embert, de ezzel együtt is Lázár János mondhatja azt, hogy mi köze hozzá. Itt azonban az a szerencsés, hogy ezen a szórólapon az szerepel, hogy árusították ki maguknak, tehát a fideszes közösség egészéről és nem konkrétan Lázár Jánosról van szó. Tehát szerintem ezt a bíróságnak nem szabad Momó ellen meg ítélni, és nem szabad Lázár kérelmére elítélni Momót ezért, hiszen itt egy általános többes, a fideszes vezetésről beszél valójában ez a szórólap, amiről viszont szintiszta bizonyítékok vannak. Én azt gondolom, hogy ez az kiárusította a vagyont, azt viszont tudjuk Lázárral kapcsolatosan, hiszen akkora fölháborító esetet, mint ami Lázár János csinált, hogy banner hirdetéseken egy olyan, én nem tudom, szex vagy milyen oldalon, banner hirdetések, aminek a tulajdonosát később Ferihegyen letartóztatták, mint bűnözőt, vagy gyanúsítottat. Tehát ezt egy ilyen banner hirdetéseken eladni egy iskolát, egy egész iskola épületet. Na ezt azt gondolom, hogy Lázár Jánost még nem überelte ebbe senki. Tehát azért a vagyon kiárusítása, vagy éppenséggel Lázár János fölvett, azt hiszem 600 millió hitelt, még az ő polgármestersége alatt történt szerintem, vagy Almási alatt utána. Fölvettek egy 600 milliós hitelt, 800 millióból felújítottak egy épületet, majd eladták 500 millióért, a 800 millióért felújított épületet, és az 500 millió bevételt nem a 600 milliós hitel visszafizetésére fordították, hanem eltapsolták másra, és azt az 500 milliós hitelt mind a mai napig nyögi az önkormányzat, mi fizetjük vissza helyettük. Na tehát az, hogy kiárusította a város vagyonát, az tény. Miért van az, hogy a Balog Imsi sportcsarnok ma nem a város tulajdonában van?
ha Lázár János nem árusította volna ki. Miért van az emlékpont, amit megépítettek, az ma nem a város tulajdonában van. Lázár ezeket minden adta szakmányban, kormánynak, kormányhivatalnak és a többi, ahhoz, hogy valamennyi pénzt kapjon a város működéséhez, a város vagyonát árusította ki. Amit ehhez be tudtam csatolni, az volt a Facebookon, Facebookon megjelent egy videó, ami nagyon szépen elmondta mindezeket. Az utolsó, illetve az utolsó előtti, de hát gyakorlatilag az utolsó az megint csak a szórólap címe, de ez lényeges, közpénzből fizetett pártaktivistákat, a város pénzén fizetett fideszes aktivistákat. Hát ez megint ténykérdés. Igen, és, ez is tényállítás. És ugye az, hogy ki fizette. Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert az a Gál Csaba nevű pártaktivista, aki akivel én akkor találkoztam, amikor Lázár Jánossal elmentem találkozni a Bajcsi egy szám alá a Fidesz irodába, az az ember a város fizetési listáján szerepelt úgy, hogy én akkor hónapok óta már polgármesterként vele a városházán soha nem találkoztam. Tehát úgy fizették a városnak a pénzén, hogy ő be se járt a városhoz dolgozni, ha már a Fidesz irodán dolgozott. Azaz fizetett pártaktivistákat, igen, Lázár János. Ezt annak idején a bíróság egy ellenem való perben, vagyis, bocsánat, mi indítottunk feljelentést erre, hogy ez illegális pártfinanszírozás, és akkor azt is elmondhatnám, hogy a Fidesz iroda még az internet díját se fizette a város felé, ami szintén hatalmas disznóság és illegális finanszírozás, és hiába jöttek azzal, hogy a szóbeli megállapodásban ez így meg úgy volt benne, természetesen nem volt ilyen írásos megállapodás. Tehát vannak ilyen dolgok, amivel ezt simán alá lehet támasztani, nem tudom, hogy Bongó beadtátok-e ezt, mint bizonyítékot, de azt gondolom, hogy kellő bizonyíték van erre. Megint lehet azzal védekezni, hogy azt, hogy egy Fidesz aktivistát nem Lázár polgármestersége alatt fizettek, de szeretném emlékeztetni Lázár Jánost, hogy ez a Fidesz aktivista ez a Lázár János irodájában dolgozott, és azt mondani, hogy a városnak egyébként milyen hatalmas szolgáltatásokat tett. Ez volt a mi feljelentésünk ellen felhozott érv, sőt, hát olyan is volt, olyan Fidesz aktivista is volt, aki elmondta, hogy azon a pénzzel, amit a város fizetett neki, azért ő például a Fidesznek gyűjtött aláírásokat, és ezt is a rendőrség följelentésünkben, ezt is visszautasította a rendőrség. Ma, ha a Fidesz lopcsa hazudik, akkor a rendőrség a legtöbb esetben a Fidesz ebből kimosdatja, nem indítanak eljárást, ilyen jogállam van ma Magyarországon, de egy 75 éves nyugdíjas asszony beperelni azért, mert számos esetben az igazságot mondja ki, más esetben pedig a véleményét mondta el. Én azt gondolom, hogy ez önmagában felháborító, én nagyon sok sikert kívánok neked ez a hónap utáni perhez. Én nagyon remélem, hogy nem lesz olyan korrupt bíróság Magyarországon, nem lesz olyan koncepciós per Magyarországon, amiben befogják az állampolgároknak a száját, és mostantól kezdve nem kritizálhatják a fideszes borzaszt, hazug, közpénzzel visszaélő, megmagyarázhatatlan módon gazdagodó, erkőstelen politikusokat. Hát én köszönöm a segítséget. És bocsánat, Lázár János hazugságára rengeteget tudnék mondani, de a legutóbbi az volt, hogy szerinte én azt állítottam, hogy két férfi nevelhet egy csecsemőt, és stb. Magyarul arra utalt, mintha én a azonos nemű pároknak az örökbe fogadását támogattam volna, de ezt a macskát mutassuk meg, mert most már, hogy ennyit szerepelt itt a videóban, akkor szeretném, hogyha Momo megmutatnád. Ide hívod a macskát? Jó, egy nagyon szép sziámi cicáról van szó, aki valamiért a mi beszélgetésünkhöz szeretett volna hozzájárulni. Úgyhogy mindjárt idehozzuk a macskát is. Addig is arra kérem önöket, hogy önök is álljanak ki mindig az igazság mellett. Ne hagyjuk, hogy egy 75 éves nyugdíjas álljon bosszút Lázár János, és még ő kéri a bíróságot, hogy példátlanul büntesse meg, hiszen én azt ígértem, hogy mi ki fogunk állni mellette, és összedöbbük a büntetést. Úgyhogy Lázár János ezért azt indítványozza ebben a levelében a bíróságnak, hogy ezt a gyönyörű sziámi cicával társaságunkban lévő 75 éves, 74 éves nyugdíjas asszony Szabó Margitot példátlanul büntesse meg. Úgyhogy én azt kérem önöktől, hogy tartsanak ki, ne hagyjuk, hogy Magyarországon megmagyarázhatatlanul gazdagodó, össze-vissza hazudozó, az országot kirabló, kifosztó, tönkretevő politikusok garázdálkodhassanak és megfélemlíthessék önöket, megfélemlíthessék Szabó Margitot. Álljunk ki mindig a meghurcoltak, megtámadottak, megszomorítottak mellett. Momo, megengeded adott, hogy elég ideges vagyok, és ez rám is fér. Igen, látom. Jó, tehát ne hagyjuk azt, hogy megszomorítsanak teljesen ártatlan, hősként önökért kiálló nyugdíjas 74 éveseket. Én is köszönöm a segítséget.